Magyarországi oktatásnak mindig is voltak hibái és gyengeségei, ezek már akkor is jelen voltak, amikor én voltam általános és középiskolás, pedig az azért nem tegnap volt, viszont az utóbbi hetekben és hónapokban, mintha ezek a problémák és velük együtt az ehhez kapcsolódó indulatok felszínre kerültek volna, petíciók, tüntetések, sztrájkok, polgári engedetlenségek formájában, hogy eléggé aktuálisnak érzem, hogy beszéljünk erről a problémáról, ezekről a problémákról, illetve erről az egész témakörről. Ebben a videóban megpróbálok egy teljes képet adni a hazai oktatási rendszer legsúlyosabb problémáiról, egy kb. 20 perces hosszúságú fogyasztható formában. Nyilvánvalóan az idő limit miatt csak a felszínt tudom kapargatni ebben a videóban, hiszen hogyha egy teljes mély képet akarnánk adni, és egy mély elemzésnek alávetni, és minden problémáról beszélni, akkor egy 10 órás videót is lehetne csinálni, de ennek a videónak nem a mély elemzés a célja, hanem hogy felhívja a figyelmet erre a témára, adjon egy alap képet az egész helyzetről, elindítson egy diskurzust, párbeszédet, konstruktív vitákat, beszélgetéseket generáljon, és hogy ezáltal közösen tudjunk megoldásokat találni ezekre a problémákra. Mielőtt belekezdek a videóba, azért fontosnak tartok pár alap dolgot tisztázni a videóval kapcsolatban, mielőtt szélsőségesen gondolkodó politikát, vallási fanatizmussal gyakorló, habzó szájú kommentelők ellepik a komment szekciót. Ez a videó nem egy politikai állásfoglalás, és nem a jelenlegi politikai hatalmi elit ellen készül. Próbálok tárgyilagosan beszélni a hazai oktatás problémáiról, és nyilvánvalóan a politikától elválaszthatatlan a téma, hiszen a politika adja a forrásokat az oktatásra, a politika hozza meg a határozatokat, a törvényeket és a rendelkezéseket, hozza meg az oktatáspolitikát, tehát a kettő egymástól elválaszthatatlan, mégis próbálom a politika szerepét minimálisan tartani a videóban, illetve felesleges politikai vagdalkozásokba egyáltalán nem belemenni, hogy neki a hibája, vagy ő cseszte el. Kérek mindenkit, hogy próbáljuk meghaladni azt az 5 éves gyerek gondolkodási szintjét, hogy az a párt, akire szavaztál, és akit preferálsz, és akivel szimpatizálsz, annak minden rendelkezése és minden cselekedete egy isteni csoda, maga az isteni kinyilatkoztatás, és bárki, aki kritizálni meri, az egy utolsó büdös hazaáruló. Ha valakivel vagy valamivel való szimpatizálás, legyen az egy párt vagy egy ideológia, az nem az elvakultságot jelenti, az értelmes kritika az a fejlődés alapja tulajdonképpen. A párod húslevéséről is megmondott, hogyha sótlan, hiába szeretett, becsüld és tiszteled őt, hiszen így lesz legközelebb olyan az a leves, ami ízleni fog neked is, meg neki is. Ha az oktatás húsleveséből pedig sok zöldség hiányzik, a tészta kevés benne, hús pedig soha nem is volt, akkor azzal járunk a legjobban, hogyha megfogalmazzuk ezeket a problémákat és ezeket a kritikákat, mert máskülönben mi isszuk meg a levét mindannyian, a gyerekeink, illetve a következő generációk is, végeredményben egész Magyarország és egész Magyarországnak a jövője. Tök mindegy, hogy ki melyik párttal szimpatizál és ki kire szavazott, az oktatás minősége és jövője minden egyes ember számára ugyanúgy fontos. Egy másik fontos dolog, mielőtt a 10 millió oktatás szakértő országában nekem esik mindenki a komment szekcióban, hogy mégis mit tudok én az oktatásról, hiszen nem tanítok iskolában. Ez nyilvánvalóan így van, de nem is a saját véleményemet mondom el, hanem számos olyan oktatás szakértőnek, specialistának a szövegeit, interjúit, beszámolóit, kutatásait olvastam el, akiknek ez a szakmája, hogy ezzel foglalkozzanak és napi szinten tisztában legyenek vele, értsék, átlássák, elemezzék és javaslatokat tegyenek, tehát az ő álláspontjaikat összegzem és mondom el, és nem saját kútfőből fogok beszélni. Noha tartok az indokolatlan és aránytalan támadásoktól a videó kapcsán, olyan emberként, aki saját maga is az edukációt választotta a hivatásának, és aki már középiskolában tanár akart lenni, csak a saját tanárai lebeszélték róla, hogy nem fog belőle megélni, tegyük hozzá már akkor is jogosan, illetve egy olyan csatorna tulajdonosaként, hogy Magyarország egyik legnagyobb ismeretterjesztő csatornája, egyszerűen erkölcsi és emberi felelősségemnek és kötelességemnek érzem, hogy beszéljek ezekről a nagyon-nagyon fontos és aktuális kérdésekről. Ezek fényében természetesen mindenkinek nagyon várom a véleményét a komment szekcióban, a közkeletű összeesküvés emlettel szemben soha semmilyen kommentet nem szoktam törölni, csak a legritkább esetben, hogyha uszító, gyűlöletkeltő kommentek vannak a komment szekcióban. Csupán arra kérek mindenkit, hogy olyan stílusban, formában és tisztelettel szólaljon meg a komment szekcióban, amit ő is elvárna, hogy vele szemben tanúsítsanak, akár online, akár offline kommunikációról van szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok. A mai videó témája pedig a magyarországi oktatás 5 legnagyobb problémája. Az első probléma a pedagógus hiány.
Először nézzük meg a konkrét számokat, hogy hogyan állunk jelenleg ezzel a kérdéssel, aztán pedig nézzük meg, hogy mik az okai ennek a problémának, tehát miért lehet az, hogy ekkora pedagógus hiány van Magyarországon. A különféle kutatások és felmérések szerint, ami most jelenleg nagyon-nagyon sürgősen hiányzik a rendszerből, az olyan 4800-6000 tanár, de úgy általában véve, hogyha az adhok megoldásokat nem nézzük, úgy általában véve a magyar oktatási rendszerből úgy 16000 tanár hiányzik, ami egészen elképesztő szám. Ez körülbelül 6000 óvodapedagógust jelent, 8000 általános iskolai és gimnáziumi tanárt, illetve 1500-2000 nyugdíjas visszatanító pedagógust, akit idővel mindenképpen ki kell váltani. És persze ezeket mindenhol próbálják megoldani ilyen-olyan megoldásokkal, csökkentett óraszámokkal, nyugdíjból visszahívott tanárokkal, óraadókkal és így tovább, de augusztus 1-én például egy hónappal a tanévkezdés előtt több mint 2250 álláshirdetést dobott ki a közigállás.gov.hu a tanár szóra keresve. És akkor látjuk a híreket nap mint nap, hogy ebben az iskolában nincs matek tanár, ebben a magyar tanár tartja a kémiát is, itt meg teljesen megszűnt az óra, amíg nem találnak valamilyen tanárt, aki meg tudná tartani, ez a tanár elment futárnak, ez a tanár meg gyárba dolgozni, mert nem tud megélni a fizetéséből. Hogy miért van ekkora óriási hiány tanárokból, ami pár év múlva oda eszkalálódhat, hogy bedől az egész hazai oktatási rendszer, annak több oka is van. Az első a tanárok előregedése. Míg 2013-ban az 50 éves vagy annál idősebb tanárok aránya alig haladta meg az egyharmadot, addig jelenleg 2022-ben már 50% feletti az 50 vagy annál idősebb tanárok aránya. A pedagógusok átlag életkora jelenleg 46 év, és az összes tanárnak mindössze 5%-a az, aki 30 év alatt van. Az EU-ban Magyarország az 5. legrosszabb helyen áll a fiatal tanárokat tekintve. Ebből is látszik, hogy a fiatalok egyszerűen nem akarnak pedagógusnak menni, illetve óriási a pályaelhagyók aránya is, akik már tanárok voltak ugyan, de különféle okokból otthagyták és más állás után néztek. Egy másik jellegű probléma, hogy a nők aránya 80%-on van jelenleg úgy összességben a pedagógusok közt, tehát nagyon kevés a férfi, az alsó tagozatokban szinte alig találni férfi tanítót. Egy másik oka a pedagógus hiánynak a fizetés. Annak, hogy nagyon kevesen választják ezt a szakmát, és nagyon kevés új tanár képződik a rendszerben, az egyik legjelentősebb oka az a fizetés. Az előjáróban érdemes megjegyezni, hogy az olyan formában, hogy az elmúlt évtizedben nem emelkedett a tanárok fizetése, az ilyen formában nem igaz, ugyanis 2013-ban vezették be a pedagógus életpálya modellt, ami egy strukturális átalakítás mellett egy béremeléssel is járt, illetve 2020-ban is volt egy béremelés, ami általában véve az egész pedagógus szakmára nézzük, akkor egy ilyen 9%-os béremelkedést jelentett. A probléma az, hogy még így sem elegendő ez a fizetés. Anélkül, hogy részletesen belemennék a tanárok fizetésének kiszámolásába, az fontos azért látni, hogy a tanárok fizetése az négy fő komponensből épül fel: a vetítési alap, az illetmény alap, a besorolási fokozat és a besorolási kategória. Az alapvető probléma viszont ott van, hogy a vetítési alap, ami az egész fizetés alapját adja, az nem a jelenlegi 2022-es minimálbérhez van kötve, hanem a kormány ezt 2014-ben befagyasztotta a 2014-es akkori 101.500 forintos minimálbérhez. Ezért fordulhat elő az az abszurd helyzet, hogy egy felsőfokú végzettséggel rendelkező tanár ugyanannyi vagy kevesebb fizetést kap, mint egy szakmunkás vagy egy takarító ugyanabban az iskolában, és ezzel nem a szakmunkások és a takarítók munkáját akarom ledegradálni, mert az is ugyanolyan fontos, de a képzettséggel és a felelősséggel arányosan kellene emelkednie a fizetéseknek is nyilvánvalóan. Jelenleg egy kezdő tanár bruttó 312.000 forintot keres, ami nettóban 207.000 forintot jelent, tehát ennyit kap készhez egy kezdő tanár. Szoktak azzal viccelni, hogy egy ekkora fizetése az éhen halni se elég, viszont a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi árakat megnézve ez nem egy vicc, hanem ez a magyar valóság. 2022. júliusában 190.000 forint volt egy átlagos albérlet ár Budapesten. Nem nehéz kiszámolnunk, hogy az albérlet egy átlagos albérlet ár kifizetése után 17.000 forint maradt az illető kezdő tanárnak a zsebében, és akkor abból ugye enni is kellene valamit, ami élelmiszerárak elszálltak, és 2021. júliusa és 2022. júliusa között 30%-os, 29 pontosabban 29%-os áremelkedés lett általában véve az élelmiszereken, tehát bődületesen drágák az élelmiszerek, és bődületesen drágák lettek, és akkor még nem beszéltünk szórakozásról, meg rezsiköltségekről, villanyról és gázról, ugye mindannyian tudjuk, hogy mennyire megdrágultak, és ha még gyereke van valakinek, és így tovább, és így tovább, és így tovább, gyakorlatilag semmire nem elég ez a fizetés, ez egy vicc kategória. Egy nagyon rossz vicc kategória. Persze mondhatnád, hogy idővel nő a tanárok fizetése, csak türelmesnek kell lenni, de ahogy láthatod ebben a táblázatban,
10 év munka után keres egy tanár 218 ezer forintot, tehát röhelyes 11 ezer forinttal emelkedik a fizetése 10 év alatt, tehát a 11 ezer forinttal gyakorlatilag minden egyes évben kellene emelkednie legalább szerintem a tanárok fizetésének. 9-10 év környékén mondjuk már át lehet kerülni pedagógus 2-be egy minősítő vizsgával, és már 243 ezer forintot lehet keresni, ami korrektebb, de még mindig kevés. Mondjuk 20 év után már kereshetsz nettó 266 ezer forintot, ami azért tragikomikus, mert bizonyos élelmiszerláncoknál Magyarországon pénztárosként a kezdő fizetés 240 ezer forint nettó, 6 év után pedig 287 ezer nettó. Még elkeserítőbb ez a szám, hogyha az egész kontinens nézzük, ugyanis Európa 36 országából csak 4 országban alacsonyabb a tanárok fizetése arányosan, Észak-Macedóniában, Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában és Albániában. A tanárok fizetése csupán 66%-a a diplomások bérének, míg ezzel szemben az OECD tagországok átlaga 90% a 2020-as adatok alapján. Egy másik oka a pedagógus hiánynak az őrületes leterheltség, de erről egy következő pontban részletesebben is fogunk beszélni. Egy következő oka a pedagógus hiánynak a társadalmi megbecsültség. Szintén nagyon fontos a társadalmi megbecsültség, hiszen hogyha egy szakmát a széles társadalom, a társadalomban élő emberek értékelnek, megbecsülnek, tisztelnek, akkor ennek a szakmának felmegy a presztízse, és ezzel együtt felmegy az érdekérvényesítő képessége is, tehát jobb fizetéseket és jobb körülményeket fog tudni kiharcolni, egyszerűen azért, mert a széles társadalom támogatja ezt a szakmát és annak a törekvéseit. De ami gyűlölködő, önző és frusztrált társadalmunk attól hangos, hogy hát jaj, ezek a tanárok, ezek lusták, ezek 2 óra között pihengetnek, jaj, hát ezek nyáron elmennek szünetre, nyári szünetre, azt nem csinálnak semmit, jaj, hát minek adnak annyi dolgozatot, ha lusták kijavítani. Bezzeg az én időmben! Persze nyilvánvalóan túlzok, mert vannak olyan emberek, akik értékelik és megbecsülik a tanárokat, tisztelik őket és támogatják őket, csak sajnos azt érzem, hogy ez a kisebbség. És nem csoda, hogy a tanárok megmozdulásai, sztrájkjai nem tudnak elérni egy kritikus tömeget, mert nem kapnak széles társadalmi támogatottságot az emberek részéről. Egyrészt, mert ilyen a hozzáállásuk, másrészt azért, mert azt látom, hogy az emberek csak akkor mennek utcára, hogyha a saját bőrüket féltik gyakorlatilag. Másokért nem igazán. Igazából én szégyellem magam, nem is tudom ki helyett, vagy kinek a nevében, hogy a világ egyik legcsodálatosabb hivatása, az egyik legszebb tevékenysége, a következő generáció elméjének a pallérozása és az életre való felkészítése egy ilyen státuszban lévő dolog Magyarországon, egy ilyen nem megbecsült, mellőzött, ledegradált dolog, ami a minimális tiszteletet sem kapja, meg borzasztó ez az állapot. A következő nagy problémája a magyarországi oktatásnak a teljesítményhiány. Szokták mondani, hogy a magyar oktatási rendszer az olyan poroszos, és 50 évvel le van maradva, bár azt sokan nem tudják, hogy mit értünk pontosan ez alatt, hogy poroszos oktatási rendszer. A legalapvetőbb és egyik legnagyobb probléma, hogy nálunk még mindig az úgynevezett frontális oktatás zajlik, aminek a lényege, hogy a tanár leadja az anyagot, a diák passzív megfigyelőként meghallgatja ezt az anyagot, aztán pedig igyekszik minél jobban visszamondani azt. Lényegében próbál a rendszer minél több tudást beletömni a gyerekek fejébe válogatni. Nélkül, nem a minőség, hanem a mennyiség a lényeg, a lexikális tudás bemagolása a cél, emiatt pedig a diákok fáradtak, frusztráltak, kiégnek, teljesítménykényszeresek és szoronganak. Az oktatás nem az életre készít fel, nem gondolkodni tanít meg, nem tudatos és felelős állampolgárokat nevel, hanem azt tanítja, hogy hogyan tudsz bemagolni kérdés nélkül, kritika nélkül információkat, és fejet hajtva, szabályt követve visszamondani azt, különben büntetésben részesülsz. A fiatalok úgy lépnek ki a munkaerőpiacra, hogy nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amik szükségesek és elengedhetetlenek legyenek ahhoz, hogy sikeresen helytálljanak ott. Nem céltudatosak, nincs önbizalmuk, nehezen vállalnak felelősséget, nehezen kommunikálnak, érzelmileg instabilok, nehezen kezelik a kudarcokat, a problémákat és a konfliktusokat, nem képesek rugalmasan fejlődni és tanulni. Ez az egész rendszer a túl sok tananyag számon kérése persze a tanárokat is ugyanúgy frusztrálja és stresszeli. Európában nálunk a legmagasabb a tanítással lekötött munkaidő, ez 728 órát jelent egy évben, és akkor nem beszéltünk arról, hogy tanítási órán kívül még este 8-ig, 10-ig, 11-ig javítják a dolgozatokat, meg készülnek a következő órára. Egy frusztrált, fáradt, kimerült, kiégett tanár pedig nem tud jól tanítani, akármennyire is akar, és frusztrált, fáradt, kiégett diákokat fog eredményezni, és az egész rendszer szépen dől befelé. Tovább csökkenti a hazai oktatás minőségét, hogy az összpedagógus létszám több mint 1%-a az csupán érettségivel tanít, és nincs felső oktatási végzettsége, tanári, pedagógusi végzettsége, egészen egyszerűen azért, mert a rendszer úgy próbálja betömni a tanítás pedagógus hiány lyukait, hogy
Hát hogy mondjam, ez a tök mindegy, ki csak tanítson. És ez egy borzasztó rossz irány, mert így nem azok kerülnek oda az oktatási intézményekbe, akik szívvel lélekkel tanítják, akik imádják, akiknek a hivatások, szeretik a gyerekeket, akik perfektek a saját területükön, szakértői a saját területüknek, és úgy is adják rá, hanem azok, akik épp oda kerültek. Ennek pedig mérhető következményei is vannak, mert például a PISA teszteket 3 évente iratják meg rengeteg országban, és ezáltal, ha nem is pontos képet, de egy összehasonlítási alapot kaphatunk, hogy mondjuk az előző évekhez képest hogyan teljesítenek a diákok, illetve más országokhoz képest hogyan teljesítenek a magyar diákok. A magyar diákok átlag pontszáma kismértékben javult a legutolsó felméréshez képest, de 2009 óta így is mindhárom területen romlás látszik. Olvasásban 18, természettudományokban 12, matematikában 9 pontos a visszaesés az elmúlt 10 évben. Ez az EU-val és a visegrádi régió államaival összehasonlítva is kiugróan rossz eredmény. Ugyancsak átlag alatt teljesítünk a 21. században kulcsfontosságú digitális kompetenciákban, idegen nyelv ismeretében pedig hátról a harmadikok vagyunk az EU-n belül. Míg az OECD átlag 493-500 pont, a magyar diákok átlag teljesítménye 472-477 pont, ezzel a 27-29. Helyet sikerült megcsípni a 35 OECD ország közül. A következő nagy probléma az autonómia hiány. 2011 előtt egy decentralizált oktatási rendszer jellemezte Magyarországot, így az önkormányzatok határozták meg a finanszírozását az egyes iskoláknak, és az önkormányzatok között elég nagy anyagi különbségek voltak, így az oktatás is totálisan kiegyensúlyozottlan volt az egész országban, valahol nagyon jó minőségű oktatást lehetett csinálni, valahol pedig nagyon-nagyon rosszat. Az ezt követő centralizálás ezt a problémát próbálta egyensúlyozni, és egy kiegyenítettebb oktatási rendszert létrehozni, viszont átesett a ló túloldalára, és egy túlságosan központosított, centralizált oktatási rendszert hozott létre, és míg korábban a tanároknak a döntési jogköre gyakorlatilag 75%-os volt, tehát 75%-ában a kérdésekben a tanárok döntettek, manapság ez alig éri el a 25%-ot. Túlságosan szigorú a központi ellenőrzés, túl bürokratizált a rendszer, erre szokták mondani azt, hogy egy doboz kréta igényléséhez is 4 különböző adatlapot kell kitölteni, leadni, igényelni, és ez a mérhetetlen lassúság, ez egy erőteljes minőségromlást eredményez, hiszen a tanárok a mikromenedzseléssel vannak elfoglalva, ahelyett, hogy tanítanának. A tanterv központosított, a tankönyvek központosítottak, minden elő van írva, minden meg van határozva, a tanároknak nincs szakmai szabadsága és döntésjoga, nem tudnak rugalmasan oktatni, személyre szabni, helyette mikromenedzseléssel megy el az értékes idejük, így a papírmunka fontosabb lett, mint maga a gyerek. A tanároknak meg van kötve a keze, az igazgatók érdemi hatáskör nélkül vannak, az arctalan hivatalnokok és a szabálykövetés jellemzi az egész rendszert. A következő nagy probléma az esély és egyenlőség hiány. A közoktatás egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy növelje az esélyegyenlőséget, ami azt jelenti, hogy mindegy milyen szegény családból származol, ugyanúgy hozzáfér az oktatáshoz és a minőségi oktatáshoz. Magyarországon viszont óriási az esélyegyenlőtlenség és a szegregáció. Gyakorlatilag azt történik, hogy a jobb szocioekonomiai státuszú családból érkező diákok jobb oktatást fognak kapni egy jobb iskolában, jobb tanárokkal, a rosszabb szocioekonomiai státuszból érkező diákok pedig rosszabb iskolába jutnak el, ha eljutnak egyáltalán rosszabb minőségű oktatást kapnak, és így egyáltalán nem lesznek képesek kitörni a szegénységből és ebből a státuszból, hanem a társadalom tagjai között lévő szakadalékok egyre csak szélesednek. Minél rosszabb körülmények között él valaki, annál kisebb lesz az esélye arra, hogy kitörjön ezen életkörülmények között, tehát a közoktatás nem képes ellátni ezt a feladatot, és ezen a helyzeten az sem segített, hogy az általános tankötelezettségi korhatár 18 évről levitték 16 évre, tehát mély szegénységben élő családok gyermekei, azok gyakran kiesnek már 16 éves korban az oktatásból, ezzel még kisebb esélye lesz annak, hogy később magasabb státuszú szakmát, hivatást vagy bármit elsajátítsanak. A következő nagy probléma a jövőkép hiány. A magyar oktatás politikát már évtizedek óta a koncepciótlanság jellemzi, nincs jövőképe, hosszú távú stratégiája, a részmegoldások és adhok megoldások jellemzik a rendszert. Az ország oktatása alárendelődött a politikának, és fontosabb lett a rövid távú politikai haszonszerzés, mint a hosszú távú építése az oktatásnak és a jövő generációjának és a jövő elméjének. Ennek tökéletes példája, amikor olyan kijelentések hangzanak el politikusok szájából, hogy az oktatás az nem befektetés, hanem költség,
ami egy ótvaros nagy baromság. A különféle kutatások már régesrég kimutatták, hogy egy adott országban lévő humán tőkének a minősége az borzasztó nagy szerepet játszik az adott országban lévő jövedelemben, fejlődésben, fejlettségi szintben és jövőbeli fejlődésben. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki ez a dolog, hogy egy ország minél többet investál az oktatásába, minél jobb minőségű oktatást hoz létre az országban, az az oktatási rendszer, annál okosabb embereket termel ki magából. Na már most minél okosabb egy országnak a lakossága, az annál magasabb szintű munkát tud elvégezni abban az adott országban, minél magasabb szintű, jobb minőségű munkát tudnak elvégezni az emberek, az annál több pénzt termel az országnak, azt a sok pénzt azt vissza lehet forgatni az ország fejlesztésébe, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát az oktatás az egyik legnagyobb meghatározója egy ország jövőbeli fejlődésének. Az oktatásnak jelenleg nincs jövőképe arról, hogy milyen tudást, milyen készségeket, milyen intézményekben, milyen szereplőkkel szeretne fejleszteni, különös tekintettel a változó és fejlődő világunkra. Fontos azt látni, hogy ezek a problémák nem önmagukban léteznek, hanem egy rendszer részét képezik, ilyen formán pedig ezek a problémák folyamatos egymásra hatással is vannak egymásra. Például az, hogy a tanároknak alacsony a fizetése, az meghatározza azt, hogy alacsony lesz a társadalmi presztízse ennek a szakmának, tehát ez szerepet játszik abban, hogy kevesen fognak jelentkezni oktatónak. Az elavult oktatási rendszer a túlterhelt tanárok és diákok azt eredményezik, hogy ezeket tapasztalták az iskolarendszerben, hogy a diákok sem akarnak majd tanárnak menni, emiatt egyre kevesebb lesz a pedagógus, emiatt egyre rosszabb minőségű lesz az oktatás, emiatt pedig egyre rosszabbak lesznek ezek a mutatók is, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Éppen ezért a rendszer szinten kellene szemlélni a magyarországi oktatást és stratégiát alkotni a problémák megoldására minden egyes területen. És most mind csak az alap problémákról beszéltünk, a legnagyobb lyukakról a hajó, mert először ezeket kell betömni, hogy ne süllyedjen el a hajó, és csak utána tudunk foglalkozni a kisebb problémákkal, úgymond, mint az, hogy nincsenek iskolapszichológusok és segítő szakemberek az iskolában, a bullying mind a tanárok, mind a diákok relációjában, a szexuális felvilágosítás nem létezése, az online tanítás problémái, és így tovább, és így tovább. Lóránd Ferenc oktatáskutató mondta azt, hogy a jelenlegi oktatási rendszerünk az nem rossz, hanem egy nagyon régi paradigma alapján jó. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mit vártunk el az oktatástól 60-70 évvel ezelőtt, akkor ezekhez az elvárásokhoz képest jó. Viszont ha azt nézzük, hogy mit várunk el az oktatástól 2022-ben, akkor ahhoz képest viszont nagyon-nagyon-nagyon rossz. Nézzük meg nagyon-nagyon röviden, hogy milyen megoldásokat lehetne adni az egyes területeken. Nyilvánvalóan ezeket csak nagyon-nagyon röviden, csak felsorolásszerűen, nem belemenve, nem részletezve mondom el, mert így is nagyon hosszú lesz ez a videó. Másrészt pedig ezek annyira bonyolult és annyira összetett kérdések, ahogy láthattátok, hogy egy ilyen videóban ezeket nem lehet megválaszolni, mikor kutatóintézetek 70-100 oldalas dokumentumokat készítenek a megoldásokról, és az sem feltétlenül hibátlan vagy jó, akkor ez itt egy videó nem tud megoldásokat adni. Amit én tenni tudok mindössze annyi, hogy ilyen megoldás gondolatokat így oda pöccintek most, amin esetleg el lehet gondolkodni, ami kiindulási alapot adhat a gondolkodáshoz. Egyfajta ilyen inspiráció, beszélgetés, indító kis megoldási javaslatok ezek, de ezt nem szabad túl komolyan venni. A pedagógus hiány. Ezen a területen nagyon fontos lenne a pedagógus bérek rendezése és versenyképessé tétele, és egy dinamikusabb bérnövekedési pálya kialakítása. Nagyon fontos lenne a pedagógus képzés átalakítása, hogy a feleslegesen hosszú és elavult emleti problémák helyett a gyakorlati problémák megoldásához szükséges kompetenciáját fejleszék a tanároknak. Szemléletformáló kampányt kellene indítani a pedagógusi pálya presztízsének és társadalmi értékességének visszaállítására. Nagyon fontos lenne a pályaelhagyók visszacsábítása versenyképes fizetéssel és élhetőbb tanítási körülményekkel. Teljesítményhiány. Teljes paradigmaváltás szükséges ezen a területen és az oktatás, illetve pedagógusi kultúra megújítására. Frontális oktatás helyett gyerekközpontú oktatás és amennyire lehet személyre és egyénre szabott fejlődési terv lenne szükséges. Fontos lenne a változó helyzetekben alkalmazható alapkészségek fejlesztésére összpontosítani, uniformizálás helyett az egyénre szabott tanulási utakat támogatni, emellett autonóm és demokratikus oktatást fejleszteni, ami képes élni a digitalizáció adta pedagógusi lehetőségekkel. Az autonómia hiány. Nagyon fontos lenne, hogy legyen állami oktatási stratégia, ugyanakkor önigazgató iskolák, ahol a stratégia és a tervezés irányítás élesen elkülönül a tulajdonosi, illetve a szakmai döntéshozataltól. Fontos lenne teljes szakmai autonómiát adni az intézményeknek és a tanároknak, ez vonatkozik az oktatás szakmai szervezésére, ideértve a pedagógiai programok kidolgozását,
az intézményfejlesztési tervek megalkotását, a tankönyvválasztás szabadságát vagy a pedagógusok munkájának rendszeres belső értékelését. Fontos lenne a tanárok autonómiáját is visszaállítani, hiszen a jól képzett, megbecsült és kellő szabadsággal felruházott pedagógus képes a legjobban támogatni az egyes diákokat a saját alkatuknak megfelelő tanulási élmények megszerzésében. Az esély és egyenlőség hiány. Teljes körű stratégiát kellene alkotni az esélyegyenlőtlenségek visszaszorítására, és minél tovább bent kellene tartani a hátrányos helyzetűeket az oktatásban, aminek az egyik első lépcsője lenne a 18 éves tankötelezettség visszaállítása. Jövőkép hiány. Fontos lenne függetleníteni az oktatást a mindenkori politikától és hosszú távú stratégiát alkotni az oktatás fejlesztésére. Kritikusan fontos lenne szakértők, oktatók, kutatók, szakszervezetek bevonása az oktatással kapcsolatos kérdésekbe és a szakértői döntések meghozatalába. A közoktatásnak autonóm és kreatív, együttműködő és empatikus tanulni és gondolkodni tudó, a világra nyitott polgárok nevelését kell segítenie. A jövő iskolája az legyen készség és képesség alapú, egyéni tanulási utakat támogató, autonóm, demokratikus és digitalizált. Egy 20 perces videóban nyilvánvalóan nem lehet minden problémáról és azok megoldásairól mélyen és érdemileg beszélni, nem is ez volt a videó célja, hanem hogy adjon egy alapszintű, de komplex képet a helyzetről, illetve hogy felnyissa a szemeket, hogy párbeszédre, konstruktív vitára buzdítson, illetve arra, hogy közösen és együtt találjunk megoldásokat ezekre a problémákra. Nagyon fontos, hogy magától nem fog változni a magyarországi oktatás, ezért tenni kell, és nagyon fontos, hogy a tanárok ebben egyedül nem fognak tudni célt érni. Nagyon fontos, hogy mindenki a maga módján támogassa a tanárokat, akár egy jó szóval, akár egy kedves kommenttel, akár egy poszttal, akár egy offline kiállással valamilyen formában. Borzasztóan fontos, hogy segítsük ezt az ügyet. Minden tanárnak ki kell állni egymásért és a diákokért, minden diáknak ki kell állnia a tanáraért és az iskolájáért, minden szülőnek ki kell állnia a gyerekei és a jövőjéért és a tanáraiért, és mindenki másnak is segítenie kell ezt a folyamatot, hiszen mindannyiunk érdeke. Az oktatás mindannyiunk érdeke, akár jobbos, akár balos, akár valamilyen más, tök mindegy a párt preferencia, hiszen az oktatás az a gyermekeink és az országunk jövőjéről szól. Itt az ideje, hogy pártállástól függetlenül összefogjunk, beszéljünk és tegyünk ezért a jobb jövőért. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Tanulom magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsetek le a véleményeteket a komment szekcióban. Ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láthatok, úgyhogy érdemes lehet lecsekkolni és bekövetni, hogyha érdekel titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!